Sziasztok, én Péter vagyok a Lost Biker csatornától. Én pedig Gábor, a hétköznapi motoros. Egy különleges videósorozattal készültünk nektek. Tavaly októberben volt lehetőségünk együtt túrázni pár napot az Isztrián, és közben mindketten elkészítettük a saját felvételeinket. Az eredményt egy rendhagyó kísérletnek szántuk, mivel a készülő videót mindketten a saját ízlésünk szerint vágtuk össze, így kiderül majd, mennyire másképp, vagy éppen mennyire azonos módon látjuk a világot. A megjelenéseket és az epizódok felosztását összehangoltuk, kicseréltük az egymásról készült felvételeket, de nem láttuk el egymást instrukciókkal, nem egyeztettünk, nem láttuk egymás epizódjait sem. A videóban bármi nemű egyezés, az csak a véletlen műve, így izgalmas lesz minden egyes videó megjelenés nekünk is. Ezt az összesen 7 epizódból álló sorozatot mindkettőnk szokásától eltérően szerda esténként nézhetitek meg, azonos időben este 7 órakor a Lost Biker és a hétköznapi motoros csatornán. Az epizódok végén és a leírásban megtaláljátok minden videónak a párját. Kattintsatok és nézzétek meg, hogyan látta Péter ugyanezt a kalandot. Jó szórakozást! Sziasztok! Sikerült túlélni az éjszakát, kicsit kevesebb alvással, mint ahogy terveztem, de úgy egész jó volt, tudtam pihenni. Jó reggelt kívánok, a szomszéd szobából vidám videózás hangjára ébredtem, Gábor már javában forgatja az epizódját. Na ugye, fürdőszoba. 100%-osan megfelelt a hely az elvárásaimnak. Egy kifogásom van, nagyon kicsi a hely a WC meg a törölköző szállító radiátor között, tehát tapasztalatból mondom, hogy ha valaki trónol rajta, akkor az orra veri ezt a törölköző szállító radiátort, viszont nem kéne sokáig húzni az időt, ugyanis nagyon jó az idő, hogy élhetek ezzel a hülye szófordulattal. Ugyanis ez most a jelenlegi helyzet. Kelet, arra van kelet, ó, és ott a tenger. Nagyszerű. És megnézzük a szomszéd kollégát. Várj, ki jött a teraszra. Ugyanis. Wow. Gondoltam, hogy ki jön. Gondoltam, oda. Azt nézd. Gábor. Addig kéne elkotorni, amíg süt a nap. Kotorba nem menjünk. Figyelj csak, van egy javaslatom. Kotorban nem? Ne kotorjunk el sehova. Hanem? Hanem hosszabbítsuk itt egy éjszakát, és itt fogunk visszaérni este. És itt kezdünk el majd szállást keresni vadul, ahelyett, hogy csak bejönnénk, nem vinnénk a cuccainkat. Jó a hely, van hát, wellness. Hát tudti, hogy ide jövünk vissza, akkor persze. Hát figyelj, 333 km a kör, aminek Riekában van vége 16 km-re innen. Ja igen, mert azt sikerült összerakni tegnap este. Hogy nézzünk hogy, meg mindent itt Isztrián, amíg nem esik. Igen, hogy az isztriai félszigeten nézzünk körbe, amíg nem esik, és most úgy tűnik, hogy nem esik, és nem tudom, hogy milyen lesz itt. Jön, de nem gyorsan, tehát dél egy körül fog itt esni. De ami egész a végéig, nap végéig lent a tengerparton kolbászol, még az is lehet, hogy vissza tudunk csúszni, de ha nem, akkor meg egy nagyon kicsi esővel be tudunk ide jönni. Na ezt reggeli közben még lefixáljuk. Az mondjuk látszik, hogy nagyon gyorsan mennek a felhők. Meg az is látszik, hogy gyorsan mozognak. Helyen vagyunk, azért ezt nézzétek meg. Igen. Megnézhetitek Gábor videójában is. Ja. Na menjünk enni, mert... Gábor nézői megnézhetik az én videómban. Megpusztulok éhen. Már ennyire éhes vagy. Megpusztulok éhen. Én még csak a reggeli sessionön vagyok túl. Fél hét óta fel vagyok. Zuhany WC, ez most fél hétkor volt. Ébredtem. Te mit csináltál fél hétkor? Hát felébredtem. Várjál.
Én 3-kor feküdtem le. Nagyszerű. Én 1-kor feküdtem le, de 6:30 felébredtem, mert én 6:30 szoktam felébredni. 7:30. Azt ki ugyanannyit aludtunk akkor. Igen. Egy kis eltolás van. Igen. Na jó, akkor menjünk reggelizni. Hello. Menjünk kajálni. Jó nagy a minden, jó nagy a minden. Ugye? Na, hatalmas a hely. Hatalmas az étterem. Ahogy látszódik. Na nézzük, mik vannak. Sütimüti. Gyümölcs. A savanyú borka, az nagyon kell. Mi van még? Aha, értem, jó. Na nézzük meg a meleg reggelit. Ó, ez mi? Puding. Jó, az kenyérpuding, vagy ilyen kalácspuding. Ez nem rossz. Nagyon jó helyre pakoltál, közel vagyunk a fazékhoz. Aha. Sasuka. Elég brutálul néz ki. Nyitunk valami helyi reggelivel, vagy nem kockáztatjuk a... Én ilyet a kockáztatom. Ó, nagyon szépek. Úgyhogy akkor kockáztatunk. Na hát van itt minden, ami szemszájnak ingere. Súnyog egy kamera. Csak trollkodik. Na, igen, egyébként tényleg jó dolgokat lehet is összeválogatni, csak nagy területet kell bejárni hozzá. De tényleg minden van. Ez különösen nagy kedvencem, ez az édeskés káposzta. Azt én nagyon szeretem. De úgy látom, hogy... Na jó, én megmutatom, hogy Péter mit teszik, de úgy látom, hogy a zöldséggel annyira nem terheli a gyomrát. Inkább megpróbálja a megfelelő mennyiségű kalóriát bevinni, hogy estig meg se kelljen. Semmire se gondoljon, hogy kaja vagy bármi, így van. Egyébként ez nagyon igaz, mert a konap közben ezzel nem telik el mondjuk 1-1.5 óra, hogy az ember beül valahova ebédelni. Csak valami kis rövidet eszünk. Na, szóval jó étvágyat kívánok, aztán majd szerintem még egy körre én is össze fogok menni. Kellemes volt a reggeli? Hát ugye, hogyha hiszel a szalonnában, a szalonna erejében, akkor... De az a jó egyébként, elárulom nektek, hogy a rántotta, az mindig, ugye ezek a szállodai rántottak, ez nem ilyen hagymás, szalonnás, kolbászos rántotta, amit én otthon csinálok magamnak, hanem ilyen szolid rántotta, úgyhogy amely oda raksz egy kis békönt, és hogyha a kenyér helyett mondjuk bundás kenyérre leszed, akkor az ad elég energiát az egész napos motorozáshoz. Igen. Azért sem szeretek egyébként délben ebédelni motorozás közben, mert utána meg jön a kajakóma, és azt leküzdeni motoron az nem annyira egészséges, tehát abból még akár baj is lehet. Úgyhogy inkább reggel megterhelem magam, lefolytom egy jó erős kávéval, és akkor meg lehet indulni, és akkor estig ki lehet bírni. Éhes se vagy, álmos se vagy. No. Tehát Péter életvezetési tanácsait hallottuk, hogy hogyan kell táplálkozni motoros túrán. Na, én azért még ráküldök itt egy palacsintát nutellával, ez volt kenyérpuding, meg némi joghurt, ugye benne a magvakkal, meg a mindennel. Nekem valamiért ez adja. Úgyhogy ennyi lesz, és akkor maradunk itt? Igen. Egy napig? Igen, akkor befoglaljuk ezt a szállást, és... Maradunk egy napig. Tudod, mit csináljunk? Most rápróbálok a bookingra, és megnézem, hogy nekem mit ad föl szobárnak. És kíványlátjuk, hogy ők mit gondolnak. Ja. Úgyhogy kipróbáljuk. Szerintem ugyanazt az árat fogják mondani, ami a tegnapi. Lehet. De mindjárt kiderül. No. Egyrészről jó volt a reggeli. Másrészről megnéztük a bookingon, hogy van-e valamilyen szállás lehetőség, hogy ahogy ugyanebben a szállodában maradjunk még egy éjszakát. És érdekes módon nem hozott föl egy darab szabad szobát sem. Majd amikor a recepció megkérdeztük, hogy maradhatunk-e még egy napot, közölte a recepciós, hogy nem, ugyanis bezárják mai nap a hotelt, azaz vége a szezonnak itt náluk. Úgyhogy nem tudunk maradni még egy napot, kénytelenek vagyunk felhúzni a nyúlcipőt, és kotrás innen el, aztán majd valahol keresünk egy szállást, de most ez tényleg szarul esik. Jó lett volna maradni még egy napot, és akkor nem kell mindent elvinni magunkkal. De hát ez van. Na, pakolunk, indulunk. Ja, és visszatérve egy gondolat erejéig a fürdőszobára, az, hogy
Péternek milyen a fürdőszobája, azt, hogy megnézhetitek az ő videójába. Viszont ő azt mondta, hogy jó, teljesen jó, hibátlan, tökéletesen meg van vele elégedve. Én meg itt nyavajogtam, hogy közel van a Kolottyó a törölköző szállítós radiátorhoz, és mint kiderült, az ő fürdőszobája nagyobb, mint az enyém, úgyhogy én azért panaszkodtam, mert nekem kisebb. Ő pedig kényelmesen elfér, úgyhogy ő nem szembesült ilyen problémákkal, mint amivel én. Na, ennyit erről. Tehát mielőtt még valaki elkezdeni azt, hogy én mindenen csak panaszkodok, Péter meg mindent jónak ítél, tehát hogy ő mindenek körül, én is örülök, csak egy konkrétan pont különbség volt a két fürdőszoba között. Na, ennyi. Úgyhogy most lemegyünk a partra, még mielőtt indulnánk, megnézzük, és utána fogunk indulni. Gábor már motoros ruhába tolja, én még így a civilbe. Lenézzünk a tengerpartra, mert annyira jó ez a hely, hogy azért ne menjünk már el úgy, hogy nem néztük meg, hogy mit hagyunk ki. Egy kicsit sajnálom most, hogy ilyenek vannak ilyen. Na most lesz az, amikor megnézzük a tengerpartot. Hú, a szél az fúj kegyetlenül, és ugye ez a keleti irány, hát azt fogjuk látni, hogy kelet fele milyen lesz idő. Ajjaj, hát a Kvarner öbör az kicsit viharos, de szép a hely, szép. Oaj, ott a sivár, hogy száll. Pedig én terve vettem azt is, hogy fürdeni fogok, mert az mekkora buli már, hogy októberben az ember fürdik a tengerben, de hát nem biztos, hogy össze fog jönni. Hú. Gábornak lett egy jó napja. Tudod csinálni egy felvételt, hogy segrejesek. Na legalább meg lett örökítve ez is. Van minden oké? Okay? Péter a csodás Kvarner öböl látványától segreült. Szép, tényleg szép. Nagyon szép, de ahogy látszik ott a keleti irányból, kegyetlenül be van felhősödve, és jön fölfele az eső majd erre. Sőt, szerintem az ucska már szedi össze a felhőket, ahogy látszik ott arra. Na, most már tényleg indulunk. Hát várjál, még az egyémet lehet. De most ki van készítve a jegy. Várjál, mert lehet, hogy mindjárt fogom én is, aztán kikerülöm a sorompót. Na, végre kinyílt. Kinyíltam. We'll be right back.
szavaztunk. Itt meg a corneröből, csak szerintem olyan szél fúj, hogy semmi nem hallatszik a kamerába. Az egész corneröből. Á, gyönyörű. És oda alá ki van írva a kivétel. Látod, hogy kik mehetnek föl. Na csak, na ez az egyébként, hogy innen neked még jelez valamennyit, hogy hány kilométer lenne föl? 6 kilométer? Az eléggé ki van csukva, hogy itt most felsétáljunk. Igen, itt le kell állni, és itt van a hátul mögött a följárat. Na, 2,5 fok. Na, hogy volt ez a lejtő megfordulás? A 700-át. Hát a meleg az nem ilyen. Azt nézd, ott megy a füst. Ha nem látszódik. Egészen elképesztő az időjárás. Ugye? Szóval oda leraktuk a verdákat. Oda kell fölmenni. Ott meg van egy kamera. Azért ez sokkal jobb, amikor kellemes az idő. Nem az, hogy 2 fok, de fúj a szél veszettül. Jézusom! Nem baj. Megcsináljuk, ha merre jöttünk, megcsináljuk. Ez a bőrruha nagyon jó lehet ilyenkor, ilyen jeges idegbe. Tehát a lényeg az, hogy odalent a bejáratnál van egy behajtani tilos tábla, alatta pedig a fel vannak sorolva kivételek, hogy kijöhetnek föl, és nem voltunk magabiztosak eléggé, de a helyi ember, a megszólított helyi ember azt mondta, hogy föl lehet jönni. Hát ki tudja egyébként, hogy hogy lehet ide följönni. Egy dolog biztos, hogy mások is jöttek ide föl a kocsival, motorral csak nem okozunk akkora galibát. Hú! Jön egy kis sportfeladat. Kiszellőztetjük magunkat. Na egy részről, hát nem igaz, mindig útban van. Szóval, egy részről, ez ugye a keleti, ez a keleti rész, ez meg a nyugati. Aszta! Na ide, gyere! Déli rész. Gyönyörű. Isztria. Isztria a legmagasabb pontja, a Vojak. Ez a legmagasabb pont.
Hű, de remélem, hogy ott marad a bukóm. Ajaj. Lehet, hogy nem kéne ott hagynom magára a bukót, mert az innen le fog esni. A kollega már szerintem fölment oda. Nagyon fúj. Rettenetesen fúj a szél. Hát még szarabb. Na, itt látszik. Jaj. Jézusom, 1396. Az úcska, olyak csúcs. Hum városka főterén vagyunk, és ide már régen el akartam jönni, ugyanis ez itt
a föld legkisebb faluja, vagy települése. 28 darab lakosa van, ebből 6 gyerek. Oda, itt a bejárat, itt rögtön parkolást kell fizetni, tehát ilyen egy napi parkolás, ez 7 kuna egy darab motorra. Ez egy egész napos parkolás, amit nyilván senki nem fog kihasználni, mert már miért maradna itt egy egész napot, de itt van egy nagy parkoló. És akkor itt félre lehet állni kényelmesen. De nekünk mondta a pénztáros, hogy álljunk meg ott, és akkor az nekünk jó lesz. Na, úgyhogy itt most egy kicsit széjjel nézünk, és ennyi gyakorlatilag, mert nem tudom, hogy itt ott van valamilyen templom, ott azon a része. Azt biztos, hogy meg fogjuk nézni, a többi pedig majd kialakul. Na hát Hunvároskáról még annyit kell tudni, a 11. században épült egyébként, akkor kezdték el építeni. Ó, oda fölmegyek, és a legenda szerint óriások építették a megmaradt sziklákból, amikkel a Mirna folyó völgyében építettek föl egyéb településeket. Úgyhogy maradék sziklából épült. Nem nagyon szép kis falu. Itt a kis templom Motovun városkájába. És úgy látom, hogy más motorosok is megjelentek. Látom itt a BMW a divat. Ezek honnan jöttek? Olaszok? Bringások is vannak bőven. Ja, itt egy Teneré. A kis Teneré. Ja, meg egy Triumph. Na, bemegyünk a templomba, és megnézzük. Na, mit látsz? Különleges hangulat. Ez konkrétan egy díszlet. Amúgy, ja. Voltam a Kordlakőn stúdióban nem olyan rég. Valamire hasonlít a díszlet ott is, ilyen város felépítve. Csak Kungaracelből. Együnk már egy kis fagyit? Nem volt elég ideg még ma? Péterrel még pihentünk és beszélgettünk egy kicsit itt a világ egyik legkisebb falujában, de az idő sürgetett minket, indultunk tovább. De hogy pontosan hová, az már csak a következő részből fog kiderülni. Ne felejts el lájkolni, feliratkozni és kattints a Lost Biker csatornára, hogy megtudd, Péter hogyan látta ugyanezt a kalandot.